következő mesét Búzás Edina küldi neked a KNH gyógyvarázsmese doktorok programon keresztül. Gyógyulj meg minél előbb. Mese címe: Tancika, Marcika. A király egy álló esztendeig gyászolta az ő szépséges feleségét. Mikor az esztendő letelt, kiadta parancsba: dobolják ki az országban mindenhol, hogy aki lány aranyfonalat tud fonni, azt ő feleségül veszi. No, az egyik faluban egy öreg asszony egyből hazamegy. Aztán mondja az ő ragyásképű Sánta lányának, hogy mi újság. No, lányom, te tudnál csepüből aranyfonalat fonni? Itten a lányt gondülte. Nagyon szeretett volna királyné lenni. Egyszer, mikor az anyja oda volt a faluba, magára csukja az ajtót, az ablakokra kendőt aggat, hogy senki fia meg ne lássa. Aztán elkezd fonogatni. Fonogat, fonogat, fonogat. No, de csak nem lesz a csepüből aranyszár, sehogy se. Ej, az-e banyját ennek a rongyos világnak? Ha valaki megtanítana aranyfonalat fonni, odaadnám testem, lelkem neki, ha maga az ördög volna is. No, lelkem, itt vagyok. Mit akarsz? A lány elmondja, s kéri, tanítsa meg hát őt csepűből aranyszálat fonni. Megfizet érte, akármit kíván is. Megtanítalak, ha egy év múlva tested, lelked nekem adod. A lány beleegyezett. No nézd, lányom, ülj erre a háromlábú székre, háttal az ajtónak, úgy, mint én, la. Aztán mondd háromszor: devla, devla, diszákó. No, arra a kis ördög elkezdett fonni. Hát, lelkem teremtette, csak úgy ömlött az aranyszál a guzsajról az ördög kezéből az orsóra. A lány is odaült a kis székre. Elmondja háromszor: devla, devla, diszákó. Aztán hozzáfog a fonáshoz. Hát, csak olyan igaz, mint ahogy kiéteket itt látom. Nyúlt az aranyforál a guzsajról a lány orsójára is. No, lelkem, most hát elmegyek. De egy esztendő múlva érted jövök. Érted-e? Értem, értem. De mielőtt elmenne, csak azt mondja meg, hogy hogy hívják. Azt ugyan meg nem mondom. No, de ha kitalálod, akkor nem viszlek el egy év múlva se. A lány nagy dalolással fonogatott úgy gyertyagyújtásig. Este hazamegy az anyja. Jaj, lelkem, lányom, jól látok-e, csak álmodok? Tudsz már csepüből aranyszálat fonni? Tudok, tudok, édesanyám. Most már csak menjen fel kend a királyhoz, aztán mondja meg neki. A király sehogy sem akarta hinni. Hát, uram, felséges királyom, egy életem, egy halálom, jöjjön, aztán lássa meg a maga szemével. A király elindul hát a miniszterekkel, grófokkal, bárókkal, generálisokkal az öreg néne portájára. No hát, az öreg kemence se látott olyan sok fényes uraságot. Tátotta is a száját úgy, hogy attól fogva nyitva is maradt. A király, az urak mind leültek. Aztán úgy nézték, hogy hogy fonja az a vén, ragyás, Sánta lánya csepüből az aranyfonalat. A királyt a gond ülte. Hát hogy vegye el azt a csúflányt feleségül? Tehát volt mit tenni. Egyben egy lovas hintót küldött a leányért,
Papot hívtak, lagzit csaptak. A király lassanként beletörődött, hogy az ő felesége egy kicsit ragyás, meg egy kicsit sánta is. Utoljára meg észre sem vágta, hogy olyan csúf szerzett. Éltek ők aztán egy darabig maradhatósan. Hanem a szegény lányból lett királyné, nap-nap után mindig szomorúbb lett. Mi lesz velem? Mi lesz velem, ha az esztendő letelik? A király is, a kastélybeliek is próbálták, de sehogy se tudták a királynét felvidámítani. Itten a király elmenjen egyszer a kísérőivel vadászni az erdőbe, megparancsolja a szolgáinak, hogy addig meg se álljanak, míg a hegyre ki nem érnek, ott pedig a 7 fa alatt üssenek tanyát. Felséges királyom, baj van! A 7 fa alatt nem tanyázhatunk, mert ím ott valami kis fekete ember szörnyű nagy tüzet rakott. Oda tenne is mennénk. Ej, dehogy nem, édes szolgáim! Megnézzük bizaszt, ki van ott, ha mindjárt az ördög maga volna is. Na, ahogy kiérnek a tetőre, ott látják a tüzet, a tűz körül egy arasznyi kis fekete embert, aki egy nagy bolond vasfazék körül sereg forog egy fene nagy fakanállal. Sergek, forgok, kását főzök, szép menyasszonyt várok, tancika, marcika vagyok. Na, ahogy a király meglátta, jó ízűt nevetett rajta. Aztán egyből indult hazafelé, hogy elmondhassa a feleségének, végre hadd nevessen ő is. Úgy is volt. A királyné olyan jó ízűt kacagott, mintha soha nem lett volna búbán atya. Itten telik, múlik az idő annyira, hogy már mint ma délbe letelik az egy esztendő a kontraktus szerint, akit az ördöggel kötött. Déli harangszókor ebédhez ülnek a király is, a királyné is. Aztán a lebencslevest alig hogy lenyelik, valaki kopogtat az ajtón. A királyné egyből gondolta, hogy ki az. Ki az? Én vagyok, lelkem, aki megtanítottalak csepüből aranyszálat fonni. Letelt az egy esztendő. Érted, jöttem? De ha meg tudod mondani, hogy hogy hívnak engem, itt nem maradhatsz. No bizony, hogy hívnak? Hát, Tancika, Marcika, eredj a pokolba! Arra a kis fekete ember mérgében megpukkadt, aztán úgy odavágódott az ajtóhoz, hogy egyből szurokká vált, ott ragadt. Erre a király faggatja az asszonyt, hogy ki ő, mi ő, aki az ördöggel csak úgy komázik. Az asszony ilyetében mindent elmondott. No hát, lelkem, ha te még ezután is tudsz csepüből aranyszálat fonni, na akkor itt maradhatsz. De ha nem, kotróc, amerre a két szemed lát. Leül hát az asszony a guzsaj alá. Devla, devla, diszákó! Azt elkezd fonni. No, de hiába. A csepűből most már csak nem akart aranyfonál lenni. Arra az asszony megbosszankodik, mérgébe odavágta magát az ajtóhoz. Szurokká lett ő is, mint az ördög. A sok suszter, csizmadia, mind oda jár szurokért. Talán még most is oda járna, ha el nem fogyott volna. Még egyszer kívánom, hogy gyógyulj, vagy gyógyuljatok meg.